Majd most kezded el valahogy megint, jó? Tehát a digitális fényképek esetén az is egy lehetőség, hogy én nem egy önálló, valamilyen alkalmazáshoz tartozó adatbázisban tárolom ezeket az információkat, hanem vagy egy valódi adatbázis kezelőbe teszem, és p13429.jpg, és mellé szúrom a megfelelő infókat, vagy pedig magába a képbe beteszem ezeket a metaadati jellegű információkat. Van, aki az egyikre, van, aki a másikra esküszik. És van, aki úgy van vele, hogy ez az esetek többségében túlzás. Nekem már az is elég, hogyha valamilyen értelmes logika szerint viszonylag könnyedén megtalálom az információt. Tehát amennyiben az a feladatom, hogy megtaláljam a 2012-es alaszkai túra fotóit, akkor erre tökéletesen elég az, hogyha a fotók neve mind az, hogy 2012 Alaszka, vagy jobb esetben beteszem egy könyvtárba, alkönyvtárba, bocsánat, én a továbbiakban is ezt a kifejezést fogom használni, esetleg többek számára a mappa vagy folder esetleg jobban ismerős erről az objektumról. Tehát beteszem egy alkönyvtárba, aminek egyébként az a neve, hogy 2012 Alaszka, és azon belül, hogy most ő P13000-nek hívja, vagy KZ18B52-nek, az már tök mindegy. Abban az esetben, hogyha én ennél komolyabb szervezést igénylő tárolást akarok, akkor sajnos vagy ténylegesen igénybe kell vennem ilyen extra katalogizáló szoftvereket, vagy igénybe kell vennem azt, hogy igenis beleteszem magába a fényképbe az információt, vagy nekiállok a file névben, közlöm ezeket az információkat. Na most úgy körülbelül a századik után jön rá az ember, hogy amit addig kitalált, az alkalmatlan. Kezdi előről. Aztán a következő lépés az mondjuk 1500-nál lesz, amikor kiderül, hogy ez is alkalmatlan. És hát két irány van, az egyik, aki itt hagyja abba az egészet, és maradjunk annyiban, hogy valamilyen rendszerezés van, mondjuk egy könyvtárstruktúra, évekre lebontva, éveken belül eseményekre, dátumra lebontva, vagy behányjuk az egészet, aztán úgyse nézzük meg soha többet. Na most, Linuxos világban ez úgy néz ki, hogy van ez az előbb emlegetett fa struktúra, mint mondtam, a egyes pontjaiban a nevek többé-kevésbé szabadon választhatók, mint az ábrán egyébként látszik. Az, hogy a névben mit használ, kisbetűt, nagybetűt, az rajtam múlik. A rendszer ezeket megkülönbözteti, ténylegesen megkülönböztetni. Azon a szinten különbözteti meg, hogy a low.txt, ez ugye a low az lehet kisel, kisó, kisel, nagyel, kisó, és így tovább, és ezt mind különálló, önállóan kezelendő objektumnak fogja kezelni. Ebből kifolyólag, erre az első pillanatok kezdve följön a figyelmet, hogy nekem nyilván teljesen mindegy, te szokjál hozzá. Általában kisbetűs fájneveket szoktak használni, ritkában a fájnevekben egy-két karakter nagybetűsen, vagy az egészet nagybetűsen, tipikusan azért, mert az ugye eleve elüt a többitől egy listázásnál. De szokjál hozzá ahhoz, hogy bizony a kis és nagybetűk a Unixos, Linuxos világban minden létező körülmény között különbözőnek tekintet. Na most az ábrán ugye az is található, hogy van valami olyan ezer évről jövő információ, hogy a file név tulajdonképp két részből áll, a névből és a kiterjesztésből. Ez már önmagában egy rossz definíció, mert a file név egyenlő file név plusz kiterjesztés. Hogy kell ezt értelmezni? Ami a nagyobb baj, hogy a Linuxos világban igazság szerint nem is definiálják azt, hogy kiterjesztés. Technikai értelemben több ilyen ponttal elválasztottan hol állhat a file név. És ebben az esetben mondhatom persze azt, hogy több kiterjesztése van, csak éppen nincsen kialakult megállapodás arról, hogyha low.jpg.tiff, akkor ebből mi a file név, az egyértelmű low.jpg.tiff. De hogy mi a kiterjesztés, az alatt már általában két különböző dolgot értenek. Van az egyik fajta, talán a Microsoft világhoz kicsit jobban illeszkedő szemlélet, hogy a vége, tehát technikailag az utolsó pont utáni rész a kiterjesztés, az előző példánál, nyilván az, hogy TIFF.
És van, aki azt mondja, hogy ez marhaság, az egyszerűség kedvéért, az első pont utáni tava kiterjesztés. Nyilván az előző példának az, hogy jétek pontív. Na most fizikailag, operációs rendszer szintén ezt nem különböztetik meg, nem mondják, hogy kiterjesztése van a fájlnak. Ezek bizonyos alkalmazások számára jelentenek plusz információt, amely alkalmazások egyébként általában az utolsó tagot tekintik, vagy veszik figyelembe akkor, amikor ők ilyen kiterjesztés jellegű dolgokon manipulálnak, mint ahogy gondolom, nem mondok vele újdonságot, mondjuk egy fájkezelőben, ahol nem csak a nevek alapján listázhatom ABC-re, hanem egy grafikusban, hanem esetleg a kiterjesztések alapján. Ilyenkor ő általában az utolsó végződést teszik. Figyelem! Na most, mindazonáltal az a két alapvető tudnivaló, hogy tehát itt a fájnevek kis és nagybetűsek egyaránt lehetnek, kiterjesztésből akár öt is lehet a fájban. Ezek természetszerűleg a gyakorlatban nem annyira jönnek ki, legtöbb ember nagyjából a harmadik kísérlet után megszokja, hogy nem írok nagybetűt, csak ha tényleg van valami jelentősége, nem írok hat kiterjesztést, mert csak magammal teszek rosszat, hanem hozzászokik ahhoz az alapálláshoz, hogy hát a fájnevek kisbetűsek, van egy kiterjesztésű, és igyekszik nem elfelejteni azt, hogy én ugyan kiterjesztést mondok, de nincs technikai értelme kiterjesztés. Csak szokások vannak, hogy így hívjuk. Na most, a könyvtár struktúra, amit említettem, egy egyszerű fa szerkezetű struktúra. A tetején áll egy elem, aminek egyébként elegáns magyar neve az, hogy Root Directory. Láttam már leírva, hogy gyökérkönyvtár, én falra mászok tőle. Egyike azoknak a magyarításoknak, amikkel nem igazán tudok egyetérteni. Nyilván szó szerint persze így kell mondani. Több probléma is van az elnevezéssel. Egyrészt hát ez a gyökér, ez elég gyökérű hangzik. A másik fele, és emiatt nem szoktam egyébként használni, hogy a könyvtár. Ezzel egy baj van. Angolban minimum két olyan kifejezés ismert, amit magyarra a szakirodalomban könyvtárnak fordítanak. Ugye az egyik a mondjuk a fájlrendszer struktúrában szereplő directory, a másik pedig ugye a library. És mint a Isten Unix Linux világban a library fogalomnak is eléggé fontos szerepe van. Innentől kezdve, amikor magyarban azt mondom, hogy könyvtár, akkor elég kellemetlen, hogy az esetek többségében hozzá kell tennem. Most a library-ről beszélek, mint könyvtárról, vagy a directory-ról beszélek, mint könyvtárról. Ennek ellenére én fenntartom azt, hogy amennyiben magyarul beszélünk erről, az bármilyen kínos, de az nem mappa. Unixos, Linuxos világban az könyvtár, én tartom magam ehhez az elnevezési konvencióhoz, ha valakinek nem megy, akkor lesz szíves fejben mindig dekódolni. Ha a könyvtárat mondok, akkor az mappa, és ha arról a bizonyos library-ről beszélek, akkor library-t fogok mondani, illetve a könyvtárat is elég sűrű fogom directory-ként emlegetni. Na most, tehát a tetején áll a gyökérkönyvtár. Az egyszerűség kedvéért neve van, ezt a nevet tudni kell, ez tört vonallal jelölik, és ez az ő neve. Az a tört vonal, amit egyébként a matematikában, mint az osztás jelölésére relatíve sűrűben szoktak használni. Azaz mondjuk első mai olyan információ, ami ugye eléggé hasonlít például a DOS-os, Microsoft-os, Windows-os környezetre, ott is van valami olyan gyökérkönyvtár, tulajdonképp ott is valami hasonlót használnak, csak ott hanyad dől a tört vonal. Itt előre dől a tört vonal, és ezzel jelölik ezt a bizonyos gyökérkönyvtárat. Egyébként az ELF, az elnevezési konvenció, az majdnem teljesen ugyanaz, mint a, mondjuk, ha használtál DOS-os fájlneveket, írtál Windows alatt bárhova fájlneveken, akkor ott használsz, azaz a fájlnév úgy néz ki, hogy a tetejét írom a fájlnév elérési útvonalának elejére, azaz leírom a gyökérkönyvtár nevét, tört vonal. Utána leírom a gyökérkönyvtár alatt közvetlenül szereplő fájlnak a nevét per bin formában. Ha ez egy alkönyvtárat reprezentál, akkor az abban az alkönyvtárban levő fájl nevét úgy írom le, hogy per bin per ls. Ez ugye technikailag pontosan ugyanaz,
mint a mágoszott világban megszokott, ugye az egyetlen lényeges különbség, merre dől a tört vonal. Zárójelben tudja valaki, hogy mi a rendes magyar neve annak az izének, amit a Microsoft világban használ a könyvtár név megadására? Ugye rendes magyar ember azt mondja, hogy backslash. Csak ugye ezt egy informatikus lehet, hogy érti, de egy kevéssé informatikus vénájú embernek mondják, és elég csúnyán szoktak ettől nézni. Úgyhogy amennyiben szeretnéd beidomítani azokat az embereket, akik nem tudják, hogy hogy kell ezeket rendesen mondani, annak nyugodtan mondd meg, hogy magyarul azt úgy hívják, hogy repjel. Amikor a magyarázatot is hozzáteszed, rá fog jönni, hogy jobban járja a backslash-sel. Szóval miért hívják repjelnek? Hát mert ugye fordított per, vagy ahogy időnként szokták mondani, visszaper, az ugye rep. Bármilyen kínos is. Egyébként nem én találtam ki, állítólag valahonnan Közép-Magyarországról származik ez a zseniális találmány. Én lefordultam a székhelyen. Először megmondták. És egyébként eltartott egy darabig, mire felfogtam, miről beszélnek. Úgyhogy úgy gondoltam, talán nem baj, ha elmagyarázom. Na szóval a továbbiakban slash-t vagy perjelet fogok mondani, és backslash-t vagy repjelet, ezt nem egyébként. Tehát Linux alatt a file név, ugye egy általad kiválasztott, többé-kevésbé tetszőleges hosszúságú string, amelyben lehet betű, szám, írásjel, központozásban sűrűbben használt jelek többsége, pont, kérdőjel, felkiáltójel, lehet benne idézőjel, szóköz, soremelés, sőt, ha valakinek kedve van, azt is beleteheti a file névbe, ami egy vezérlő szekvencia, amitől a terminál villogó inverse háttérre vált. Ez egy teljesen legális, nem mondom, hogy elterjedtem használ, de mindenképpen legális file név Linuxos világban. Na most ezzel az a probléma, hogy sajnos főleg a kezdők, de igazán időnként még a haladóbbnak gondolt emberkék is, az ilyen jellegű file nevektől leginkább csak csuklani tudnak. Nem nagyon tudják, hogyha egy file név úgy néz ki, hogy három szóköz, két enter és egy tabulátor, akkor ezt, mint file nevetünk, hogy kezeljék. A probléma, hogy Linux alatt ez egy könnyedén létrehozható file. És soremelés is lehet a file névben. Enter néven emlegettem, de lehet. Na most annyi könnyebbséget azért hagyadjak, hogy aki mondjuk Linuxos oprendszerű file server csinál Windowsos gépeknek, annyi pozitívum van, hogy ott azért szóköztabulátort szoknak bírni, belerakni, de mondjuk soremelést azért nem adja. A soremelést a file névben az ember magán a Linuxon szokta elhelyezni, ami elég rendesen meg tud kavarni sok, mondjuk úgy, hogy nem tökéletesen megír szoftvert. Azaz, lehetőség szerint ezeket az őrültségeket kerüljétek, általában azt szokták mondani, hogy hát a file név kisbetű, nagybetű, szám, egy-két ponttal, ne adj úristen, kötőjellel, aláhúzással megspékelve. Én személy szerint az összes többit erőteljesen hanyagolni szoktam, és erőteljesen ellenjavallom. Most szólok. A házi feladatban, ha már egyszer tudja ez a rendszer, akkor kihasználtam szép nyelvünk minden létező lehetséges karakterét, tehát bizony, vannak benne ékezetes karakterek, vannak, ahol a file névnek szóközt kell tartalmaznia, mert a lehetőség adott. Speciál, én mindig azt szoktam mondani, hogy ékezeteket, legalábbis a Unixos világban, Linuxos világban, egyetlen helyen érdemes használni, benne az adatban. Ne használj ékezetet könyvtár nevében, ne használj ékezetes betűt file névben, ne használj ékezetes karaktert felhasználó nevében, gép nevében, mert az lehet, hogy neked ez ma jó ötletnek tűnik. És lehet, hogy lesz egy pont, ahol ez kicsit nehézkessé válik. Például éveken keresztül szenvedtem egy szerverrel, amivel csak egyetlen probléma volt, német volt a billentyűzet kiosztás. Ezen túl lehet egyébként esni, főleg ha valaki tudja, hogy milyen a német billentyűzet kiosztás. Egészen addig úgy voltam, hogy nem okoz egész semmi problémát,
amíg ki nem derült, hogy a rendszer indítás utáni első, legalapvetőbb helyreállítási pontban is német a billentyűkiasztás, de persze ugye angol billentyűzet van ráadva. És ebben a felállásban megtalálni bizonyos karaktereket nekem legalábbis nem volt triviális. És amikor ugye eleve az a probléma, hogy gáz van és minél sürgősebben meg kéne oldani, akkor ezekkel szórakozni, hogy ma éppen hol van a hosszú ő ezen a billentyűzetben, ami egyébként esetleg nincs. Vajon hol szeretné keresni? Vagy amikor rendezni kell valamit, és a rendező szoftver meghűl attól, hogy van benne egy betű. Azok olyan jellegű problémák, amiket könnyedén ki lehetne kerülni azzal, hogy azt mondod, hogy persze lehet használni, de nem biztos, hogy minden pillanatban jól fog jönni. Nyilvánvalóan használ nyugodtan, legfeljebb, amikor majd egyszer ez ügyben csúnyákat gondolsz, akkor jusson eszembe. Én megmondtam előre. Ha szerencséd van, életed végig nem ütközöl problémával. Ha teked van, akkor 3 perccel azután, hogy egy ilyet csináltak. Ennek ellenére, mint mondtam, nyugodtan lehet használni, óvatosan. Na most, ebben a fájl és könyvtárkezelés című ábrában azért én laza mozdulattal átléptem a legelső bejegyzést. Talán nem véletlenül, hogy a bizonyos részeiről korábban már volt szó, más részei meg remélhetőleg az életben nem kell, hogy szükséged legyen rá, de azért gyorsan szedjük tehát össze. Ugye néhány diszk van a gépedben. A diszket logikailag felszabdalhatod, ugye ezt hívjuk úgy, hogy particionálod, és aztán hagyományosan ezekre a partíciókra raksz fájlrendszert. Ugye az utóbbi, vagy a legelső alkalommal ugye volt egy rövid kitérő arra, hogy van egy például kizárólag erre a célra szolgáló LVM-nek nevezett mechanizmus, ami tulajdonképp pont arra jó, hogy a diszkek, illetve partíciók meglehetősen rugalmatlan kezelését eltakarja előled, és ad abszolút arra is lehetőséget biztosít, hogy mindenféle adatbiztonságot nélkülözve ugyan, de képes legyen arra, hogy te 3 diszkből összehozzál egy virtuálisat, amit aztán virtuálisan tovább szabdalhatsz. Nyilván ugye az ideális helyzet az az, amikor veszek 10 diszket, ezt valami RAID vezérlővel összefogom, egynek láttatom, majd azért biztos, ami biztos alapon felszabdalom, és azt mondom, hogy legyen 4. 4 darab olyan, ami mondjuk tükrözve tárolja az adatot. Ezt aztán az operációs rendszer oldaláról, mondjuk az LVM-mel, újra összefogom, és egy más jellegű szabdalásnak vetem alá, és ezek után tárolok rajta valami adatot. Most találd meg, hogy mi hol van. Nyilván van helyzet, amikor szükség van az egyikre, van, amikor szükség van a másikra. Én úgy vagyok vele, szerver környezetben az adatbiztonság fontos, otthon a bármikor újra előállítható adatoknál nem annyira. Nyilván a gyerek ez egy első felállásáról készült videó, jobb érzésű ember lehet, hogy 3 példányban tárolja, mondjuk a világ 3 különböző pontján. De mondjuk a holnap estére szánt, szomszédtól kapott DVD izó nem biztos, hogy annyira szükségszerű, hogy 5 példányban meg legyen a diszke. Viszont ha kicsi diszkem van, akkor nem fér rá, tehát mégiscsak kénytelen vagyok összepakolni. Na most, a lényeg, tehát elvi szinten van egy ilyen, vagy fizikailag, vagy logikailag, vagy valamilyen módon előállított, egybefüggőnek látszó terület, egy diszk partíció, vagy egy LVM, esetben egy LVM kötet, aminek a használata ugye az, hogy és erre fölteszek valamilyen adattárolási struktúrát kezelő eszközt. Magyarul a fájrendszert. Na most, aki mondjuk a PC-s világban egyelőre még csak Microsoft off-rendszerekkel találkozott, már az is minimum 2 féle fájlrendszert használhatott. Használta valójában, azt nem tudom. Gondolom ismerős az, amit FAT-nek hívnak, ugye valamikor normális körülmények között a Win98 környékén illet volna neki kihalnia, ugye a mai napig nem tette egyébként, ugye digitális kamerák, fényképezőgépek, egyebek. Majd megjelent ugye később, jó,
időpontban nem volt biztos, szóval valamikor megjelent a másik, kicsit okosabb, több információ tárolására, sokkal jobb módon lehetőséget biztosító NTFS fájlrendszer. Ugyanez a Linuxos világban is érvényes, itt is többféle módon tárolják az adatokat. Mint ahogy Windows alatt is azt látod, hogy felhasználói szintről nézve meglehetősen csekély eltérés látszik, mondjuk egy FAT és egy NTFS között. Hát, könyvtár struktúra, pont. Ugyanaz érvényes itt is. Majdnem teljesen mindegy, hogy a rendelkezésre álló nagyságrendek 30 féle fájlrendszerből te éppen aktuálisan mit használsz. Nyilván vannak, amelyek egy adott hardware platformra, egy adott speciális eszközre lettek kihegyezve, vannak olyanok, amelyek azért jók, mert rendkívül gyorsak, cserébe, ha valami gáz van, akkor eltart egy-két óráig, mire helyreállítódik, és vannak olyanok, amelyek nem annyira gyorsak, cserébe, gyakorlatilag kalapáccsal sem lehet őket szétverni. Ez egyébként félrejétes ne esik, nem Linux-szal történt, de például a HP-nak volt egy nagyon vicces videója, ahol szétlőtték keresztbe a szervert, és utána a szerver megrázta magát, újraindult, és minden adat elérhető volt. Az árat is mondod a szerint. Az árat nem, egyszerűen nem tudok olyan nagy számot kiejteni a számok, amiben ez kerül. De a lényeg az, hogy nyilván vannak helyzetek, ahol ilyen szintű biztonságra, illetve adatbiztonságra van szükség. Na most, tehát a lényeg az, hogy valahogyan a diszkeket összekombinálod, majd szétdarabolod, valamilyen fájlrendszer pakolsz, és a végeredmény az, hogy látni fogsz könyvtár struktúrát. A Linuxos világ abban tér el, mondjuk a Microsoft világtól, hogy noha itt is igaz az, hogy az egyes diszkek, illetve diszkek partícióján levő önálló fájlrendszerek mindegyike ugyanolyan fa struktúrájú könyvtár szerkezetet ad. Csak éppen nem az van, hogy te ezt egyedileg látod, hogy ez itt a C, a D, az E, az F, az E, az X, az Y, az EZ, az A, az ABC nevű diszkednek a fa struktúrája, hanem van egy kitüntetett. Egy olyan diszk és egy olyan diszken levő fájlrendszer, ami a rendszer indításának tulajdonképp legelső lépéseiben válik elérhetővé, és onnantól kezdve ez a könyvtár struktúra látszik. És innentől van neked root directory-d, amelynek lehetnek alkönyvtárai, amely alkönyvtárakban újabb alkönyvtárok, elég hosszabb. Az összes többi diszken szintén van egy ilyen könyvtár struktúra, de ezt már csak úgy éred el, hogy ezt valamilyen módon ráaggatod a már látható könyvtár struktúra valamely alkönyvtárára. És innentől kezdve nem az van, hogy van neked egy D-diszked, és annak van egy U alkönyvtára, hanem a D-diszket ráaggattad az eredetileg látható könyvtár struktúrára, mondjuk a per USR nevű könyvtárára, és innentől a per USR per U az, amit eredendően én úgy fogalmaztam, hogy a D-disknek az U alkönyvtár. Azaz, itt technikailag a felhasználó, és egyébként a rendszergazda is, egy darab fa struktúrát lát. Van egy gyökérkönyvtár, aminek van sok bejegyzése, néhány könyvtár, néhány nem könyvtár jellegű fájl. A könyvtárakat, újabb könyvtárak, újabb könyvtárak, újabb könyvtárak. Általában fölmerül a kérdés, hogy ezt milyen mélységben. A válasz az, hogy elég hosszan. Nem a végtelenségig, van valódi fizikai korlátja annak, hogy milyen mélységű struktúrát lehet létrehozni. Életben, valós használatban nem fogod túllépni. Tehát ha most azt mondom, hogy mondjuk 256 mélység, akkor azért lehet azt mondani, hogy igen, nem reális. Szerintem, ha azt mondom, hogy valaki csinált már 50-nél mélyebb könyvtár struktúrát. Nagyon sokszor bele tudottunk merenni a hosszabb könyvtárban. Vagy név vagy struktúra? Struktúrával együtt. Bocsánat, azért mondom, még könyvtár mélységet értek ez alatt. Nem fájl névhoz, stimmel, egyelőre ez még nem beszélek arról.
Tehát a lényeg az, hogy úgy gondolom ez az előbb feldobott 256, egyébként még tudtommal nem is igaz, ha nem ennél töltöm. Ez egy gyakorlatilag létező, de gyakorlatban nem problémát okozó korlát, hogy milyen mély lehet, tehát hogy a gyökérkönyvtár alkönyvtárnak, alkönyvtárnak, alkönyvtárnak az alkönyvtár. A másik fele ugye az, hogy milyen hosszú egy-egy fájlnévtár. A könyvtárnak a neve, egy könyvtárban tárolt fájlnak a neve. Erre úgy szintén létezik korlát. A korlát az technikailag tényleg 256 karakter. Mondjuk, ha precíz akarnék lenni, akkor kellene fogalmazni, hogy valóban a 256 környékén van. Van olyan fájlrendszer, ahol 54, ahol 55, van ahol 56. Na most úgy gondolom, hogy egy konkrét fájlnév egyetlen tagja, tehát nem a teljes elérés, jó? Hanem egy tagnak az, hogy 250 valamennyi a hosszúság korláta. Ez azért annyira talán megint csak nem valódi probléma. Természetszerűleg egy átlagember számára 30-40 karakteres fájlnév az örökbe természetszerűleg előáll. Szimplán csak abba kell belegondolni, hogy lehet nem feltétlenül szeretni a dolgot, de elég gyakori dolog az, hogy ma beszaladok a zeneboltba, vásárolok egy lemezt, ez ugye nem gyakori. Majd ezt a lemezt bedolgom a gépbe, ráengedek valami szoftvert, és ebből csinálok ugye digitálisan valami mobiltelefonon, erre szolgáló eszközön, bármi egyéb vackon meghallgatható, hát tipikusan MP3, OGG, WAV, tök mindegy, milyen formátumot. Na most ezek a szoftverek, amik ugye lerippelik az adatokat, előszeretettel bírják azt mondani, hogy na kérem, a végeredményként kapott könyvtárstruktúra úgy néz ki, hogy előadó neve, per lemez kiadás dátuma címe, per számok, és a számok nevét nemes egyszerűséggel. Elől van az 201-e, hogy ez hanyadik szám azon a nyomorult lemezen, utána jön az előadó már megint, utána jön az évszám megint, utána jön a lemez cím megint, utána jön magának a számnak a címe. És már is előállt egy 150 karakter hosszú fájlnév. Baj nincs vele. Csak arra szeretnék itt mindenkit emlékeztetni, hogy oké, gépeld be. Mert addig, amíg grafikus környezetben kattogtatni kell, persze nincs vele gond. Amikor be kell gépelni, ha nem tudsz valami segédeszközt használni, akkor azért ez kicsit kényelmetlen. Emiatt én úgy vagyok vele, hogy az elvi 250x karakteres fájlnév korlátot én nem tartom gyakorlati korlátnak. Szerintem általában az emberek nem nagyon szoktak normálisan 20-30 karakternél hosszabb fájlneveken. Ezt egészen nagyjából fél évvel ezelőttig büszkén és teljes, hogy mondjam, hittel mertem mondani, amikor is egy előadás kapcsán valaki mondta, hogy náluk van egy úr, akinek valahogy a munkájához kapcsolódik, hogy verseket visz számítógépbe, és nála a fájlév az az első verszak. Ez számomra egy picit megdöbbentő volt, de ez van. Azaz, természetesen én is el tudom képzelni, hogy a 250, mondjuk 6, mint felső határ, fájlév hosszként kicsit kevés lehet, újfent mondom, gépeld be, és le fog szólva szokni. Na most, tehát összefedve a dolgokat, mit tudunk a Linuxos világról? Hogy tulajdonképp ugyanúgy particionálja a diszkeket, ugyanúgy fájlrendszereket rak a diszkekre, a diszkeken levő fájlrendszerek ugyanúgy könyvtár struktúrába szervezik az adatokat. Ugyanúgy a könyvtáraknak van nevük, ami többé-kevésbé szabadon választható. Az egyes fájloknak szintén van nevük, ami többé-kevésbé szabadon választható. Csak vannak ilyen fizikai korlátok, hogy ne akarjál 800 mély könyvtár struktúrán, ne akarjál 600 karakter hosszú fájlnevet, mert amennyiben ezt neked be kell gépelni, akkor egy idő után elmond az életed. A rendszer többé-kevésbé fogja támogatni, kezelhető ezekkel a meglehetősen szélsőséges elnevezésekkel ellátott könyvtárnév, fájlnév, nincs vele gond. Veled van gond, amikor ezt használni akarod. Na most, van itt még egy apróság, rejtett fájlok szerepel az ábrán, és itt rögtön az elején
mármint hogy mielőtt ti a későbbiekben bármit is csináltak a fájlokkal, erre egy kis kitérőt muszáj tenni, ugyanis általában nagyon félreértik. Már a FAT-en is létezett a fájloknak egy olyan jellemzője, hogy rejtett fájl. Ez viszont a Unix-Linux világban a fájl névből adódó tulajdonság. Magyarul a fájlnév megadott formátuma esetén azt mondjuk, hogy a fájlnak rejtett neve van, technikai úgy mondjuk, hogy a fájl rejtett, de mondjuk egy sima átnevezéstől ez a rejtettség elmúlhat, ha ügyelsz rá. Ugyanis a rejtett fájl az attól rejtett, hogy a nevének legelső karaktere egy pont. Ez a tény, hogy az első karakter egy pont, ez maga után mondja azt, hogy azt mondjuk, hogy ezzel létrehoztuk egy rejtett fájlt. A nagyobbik baj, hogy átlag ember, azt mondom, hogy az a fájlnév, hogy pont alma, majd megkérdezem, hogy hány karakteres a fájlnév, akkor kórusba azt mondja, hogy 4. Nem. Ugye 5 karakterből áll a fájlnév, mert az a pont ugyanúgy része a fájlnév. További probléma, hogy abból a kifejezésből, hogy rejtett fájlnév, mindenféle titokzatos mágiákat képzel el, hogy ennek ilyen-olyan-olyan következménye lesz, és egyszerűen nem hajlandó megszokni, hogy a rejtett fájl, mint fogalom, Linuxos világban összesen 2 dolgot jelent. Az egyik, hogy a hamarosan tárgyalandó listázó parancs, illetve a grafikus fájlmenedzser zöme alapbeállításban a rejtett fájlneveket nem jeleníti meg. Ehhez a parancsori eszközdé külön kérni kell, a fájlmenedzserben valahol be kell kapcsolni, hogy te látni szeretnéd a rejtett fájlokat. Ez az egyik, ami abból következik, hogy ő rejtett fájl. A másik, az pedig csak annyi, hogy gondolom ismerős az a fogalom, hogy fájlnév helyettesítő karakterek, Joker karakterek. Tipikusan a csillag az, amiről úgy többé-kevésbé szokták tudni, hogy mi az. Természetesen lesz róla szó. Na a lényeg az, hogy amennyiben fájlneveket te helyettesítő karakterekkel adsz meg, akkor a definíció szerint a rejtett fájlokat csak úgy lehet megadni, hogy a rejtettséget reprezentáló név elejé pontot fizikailag le kell írnod. Majd amikor szó lesz, kicsit később magakról, ezekről a helyettesítő karakterekről, akkor majd egy-két példával kicsit könnyebb lesz megvilágítani a dolgot, de a lényeg, mintával rejtett fájlok megadása alapvetően nem működik. Legalább annyit meg kell mondani, hogy pont, tehát rejtett fájlokról beszélek, és utána jöhet már minta, de a név elején nem lehet mintával írni elő azt a bizonyos pontot. Azaz, semmi egyenet nem jelent. Nem jelenti azt, hogy ezt a rendszer nem tudja törölni, nem jelenti azt, hogy ezt nem tudja magától menteni, nem jel... semmi. Ennyit jelent. Nem látod a listában, csak ha külön kéred, illetve mintával külön kérned kell, hogy az ilyen jellegű fájlneveket is a rendszer előszedje. Semmi egyebet az, hogy rejtett fájl nem jelent a tulajdonság. Még egyszer mondom, nem is tulajdonság, a szó valódi értelme. Na most, emlegettem azt, hogy a könyvtár struktúra ugye valahogy úgy néz ki, mint egy fa gyökérzete, a tetején van a gyökérkönyvtár neve per, alatta vannak a gyökérkönyvtárban szereplő fájlok, illetve a gyökérkönyvtár alkönyvtárai, ezeknek a neve olyan, hogy per valami, per MNT, per ETC, per pont profile, hogy mondjak egy rejtettet is a sokból. Amennyiben vannak a gyökérkönyvtárnak alkönyvtárai,
és azokban is van valami, akkor azokat ugye úgy írjuk, hogy per, a könyvtár neve per, ez a bizonyos file, per def, per null. Ez ugye a név maga jelzi azt, hogy a gyökérkönyvtárban van egy dev nevű alkönyvtár, és ebben a dev nevű alkönyvtárban van egy null nevű valami. Nem mond a név semmit arra nézve, hogy ez micsoda. Nyilván egy hozzáértőnek vannak tippei, hogy a per dev per null azt jelenti, hogy. Aztán ez vagy igaz, vagy nem. Kedvenc szórakozás, amikor a rendszergazda ezeket átállítja. Köszönöm, csak annyi, hogy